Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehetek az idei évben is ezen a nagyon rangos eseményen. Ugye a Kopjafa ez emléket fog állítani az idei évnek, és az idei év az nem csak arra lesz emlékezetes az erdészszakmának, hogy 148. alkalommal az Országos Erdészeti Egyesület megtartotta a vándorgyűlését, hanem egyéb más okból is egy jelentős évszámot írtunk le. Ez az idei évben volt lehetőségünk egy 2,5 éves előkészítő munka után hozzányúlni az erdőtörvényhez, ahhoz az erdőtörvényhez, amit nagyon sokan és nagyon sok oldalról próbáltunk meg jobbá tenni. Itt mindenképpen meg kell köszönjem az FM illetékes államtitkárságának azt a partnerséget, amit végig mutatott minden olyan szervezet irányába, amelyik legjobb tudása lehetősége szerint próbálta az erdőtörvényt jobbá tenni. Büszkék vagyunk arra, hogy az országgyűlés több mint kétharmados többséggel támogatta ezt a jogszabályváltozást, ami úgy gondolom, hogy érdemi változást és pozitív változást fog hozni az erdőgazdálkodás életébe. Azt gondolom, hogy ebben az évben talán a törvény módosításával is méltóképpen tudtunk tisztelegni a 150 éve született Kán Károly emlékének, aki meghatározó alakja volt a Trianon utáni sokból ébredő erdésztársadalomnak, és nagy-nagy segítséget nyújtott az egész magyar gazdaságnak abban, hogy erdőterülettel és fával látta el hazánkat. Azt gondolom, hogy az a fajta szellemiség, ami az ő munkájából átsütött, az mindannyiunknak minden nap, aki ebben dolgozik, önöknek különösen méltó iránymutatást tud adni. Én köszönöm szépen, hogy együtt tudtunk dolgozni az Országos Erdészeti Egyesülettel, hisz az elmúlt néhány évben sok alkalommal volt lehetőségünk közösen gondolkodni és közösen tenni egyes esetekben. Nyilván az erdőtörvények közül kiemelkedik. Én nagyon remélem, hogy az a fajta együttműködés, ami a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Erdészeti Egyesület között megvolt, azt mindenki pozitívan értékeli. Remélem, hogy olyan szinergiákat tudtunk mozgósítani, amik egyes esetekben átbillentettek dolgokat pozitív irányba, hisz ha közösen léptünk fel, akkor jóval nagyobb erőt tudtunk kifejteni. És az idei év másik számunkra szintén fontos eseménye az évvégi kamarai választások lesznek. Én nagyon remélem, hogy az a munka, amit megkezdtünk, az jövőben mutató is lehet azáltal, hogy egy sikeres választás után tudjuk folytatni azt, amit elkezdtünk. Ehhez ajánlom és kérem is a szövetséget. Önöknek pedig gratulálok ahhoz, hogy ismét ilyen nagy számban és ismét ilyen színvonalas rendezvényen tudtak részt venni, és ezt tudták azt megszervezni. Köszönöm szépen a meghívást, önöknek pedig a nap hátralévő részében már inkább csak jó szórakozást szeretnék kívánni. Köszönöm, hogy meghallgattak.